Az egykori megyeháza épületében vette kezdetét a költészet napja alkalmából szervezett ünnepség április 11-én, melyen megkoszorúzták Kosztolányi Dezső emléktábláját. A Fráter László teremben tartott rendezvényen Muraközi István polgármester mondott köszöntőt, aki kiemelte, igazi hungarikumnak számít, hogy a költészet napját ünnepeljük. Berettyőfalu esetében is, de Magyarországon is mondhatjuk, hogy a költészet egy kitüntetett helyen van a magyar művészettörténetben, a kultúrtörténetben, hisz igazi hungarikum, hogy egy országban hogy a költészet napját ünnepeljünk, és most már ugye 53. éve József Attilának születése napján ünnepeljük a költészet napját. Az a április 11-ig egyébként Márai Sándornak is születésnapja, de ez már csak ilyen, hogy a nagy géniuszok ezen a napon születtek. Az eseményen Kocsis Csaba beszélgetett Orbán János dénes költővel, aki magáénak tudhatja Magyarország babérkoszorúját, valamint József Attila díjjal is kitüntették. A költő mesélt gyermekkoráról, életéről és a könyveiről is. A délután hangulatát a Körömvirág együttes alapozta meg. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig. Hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság konnyak égli. Hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság konnyak égli. A madár, gólya madár, sose nő ki tollad ne vár, soha többé fagyos téli. Mert ha éppen női szépen, rossz emberek elmet éli. Mert ha éppen női szépen, rossz emberek elmet éli. Amit ugye mindig el szoktam mondani költészet napján, hogy van még egy nagyon fontos költőnk, attól függetlenül ugye József Attila születésnapja április 11, de hát ugye ott volt a legelső magyar költő, vagy legalábbis a legelső ismert magyar költő, a mi Janus Pannoniusunk, aki annak ellenére, hogy latinul írt, mégiscsak a magyar gondolkodás első képviselője volt, és bizony Petőfi Sándort leszámítva ő a leghíresebb magyar poéta, és 400 éven át ő volt a világhírességünk, hiszen a 15. század két költői nagyságát úgy hívják, hogy François Villon és Janus Pannonius. Érdekes módon mi magyarok ugye sokszor belesünk abba a csapdába, hogy a sajátjainkat alul becsüljük. Janus Pannonius korának már életében, 20 évesen Európa hírű volt, minden művelt ember ismerte a nevét és a költészetét, a legnagyobb új latin költők egyike. Egy elképesztő, zseniális figura volt, aki 13 és fél évesen keveredett ki Olaszországba, Veronai Guarino iskolájába tanulni, és már 15 évesen ógörögül is verselt, hogyha arról volt szó. És borzasztó nagy hatással volt Magyarországra. Ne felejtsük el, hogy az ország harmadik embere volt, miután tanulmányaiból hazatért, hiszen az ő nagybátyja Vitéz János volt Mátyás király főtanácsadója, Janus Pannonius pedig a királyi kancellária vezetője volt, a titkos szolgálat vezetője, meg a korabeli magyar államkincstár is rá volt bízva, és ő volt egyik azon keveseknek, aki nem lopott belőle. Az utána következők elképp olyan összegeket sikkasztottak, hogy a maiak azok ahhoz képest
labdában nem rúgnak ugye az egész világon. És azon kívül ő volt a legmerészebb költőnk is, hiszen nem tudom, hogy tudják-e, a magyar tanárok biztos, hogy 103 olyan epigrammát írt, amit hát ugye a Pajzán és a Pornográf között helyezhetünk el. Mint kiderült, ez szakmai gyakorlatként írták egyébként Guarino iskolába, tehát az 1450-es években az elit iskolában ilyesmivel szórakoztak. Hát gondolom, hogy a diákok ezt nagyon élvezték. Hát ezek a nagyon szellemes, nagyon jóízű malac versek is egyébként költészetünknek az ékei, hiszen a költészetnek van egy ilyen vonulata is, még maga Arany is írogatott ilyeneket, sajnos ezek megsemmisültek abba a bizonyos, nem tudom milyen kastélyba, de őrizték, akkor még ugye nem merték ezeket publikálni, és azért úgy Arany is belopott ilyen dolgokat, mint hogy érzelmeink között nem valagát, tehát ilyen dolgokat, és na hát ezek is jó ízűen malackodtak a mi költőink, és mondom, ebbe is Janus Pannonius vitte a prímet, majd csak a 20. században kezdtek olyan merészek lenni a költőink, mint amilyen Janus Pannonius volt. Őt viszont a fiatalok is meg tudják kedvelni, én amikor ilyen demonstratív órák tartok, vagy rendhagyó irodalom órákat, hát akkor ezekkel a Pajzán epigrammákkal nagyon hamar megfogom az ifjúságot is, hát célszentesíti az eszközt. Na és akkor felolvasnék egy verset, ugyanis a Janus Pannonius és a Pen Club alapítvány felkérésére készítettem egy olyan könyvet, aminek az a cím, hogy a költő, a ringyó és a király, és ilyen Janus Pannonius átköltéseket, Janus Pannonius iklette verseket tartalmaz. Ugye a cél az volt, hogy egy olyan könyvet írni, ami a fiatalok ízlésvilágát is, hogy mondjam, meg tudja környékezni és fel tudja hívni a figyelmüket Janus Pannonius, tehát ez egy elég merész könyv, de messze szelidebb a mesternél, aki, én legalább latinul használtam azokat a kifejezéseket, amelyeket ő, na de nem egy olyan verset olvasok fel, hanem ezzel a versen megnyertem a 2014-ben a Salvatore Quasimodo nemzetközi költőversenyt, úgyhogy ez azért is kedvencem, és arról szól, hogy ugye a fiatal Janus Pannonius, a kamasz Janus Pannonius megérkezik a Ferrarába, a veronai Guarino iskolájába, és akkor köszönti mesterét, tehát ugye érkezik egy elmaradt, kulturálisan elmaradt tartományból, ahova aztán visszatérve föl fogja azt virágoztatni. Guarino salutem, Guarino köszöntése. Új életet ki holt nyelveknek adtál, üdvözöllek, halhatatlan magiszter. Egy hegyen túli versből érkezem, hol megfagyott sorok köz zúg az ister, s a strófákat mi elválasztja, kietlen pusztaság, ahol legfeljebb kutyatej terem, s nem metafora vagy hasonló virág. Olyan hazából jöttem ide én, hol kevés a könyv, de annál több a könny, és legtöbb a közöny. A viszonyokat híven tükrözöm, ha megsugom, Quintilianusból legfeljebb a két utolsó szótagot ösmerik, s a száj is épp e dolgot végzi el, az egyszerit. Ország, hol plebejusnak lenni borzalom, papnak mártír halál, s mindek között legnyomorultabb a mindenkori király. Amíg atya gyilokkal bordái közt hörög, kölyökként hitegetik a trónig, koronázzák az ördögök. Az atya utolsót üvölt, a hiú gyermek fölkacag, esztendőre meg Belladonnát néki az édes anyja ad. A donnát új férj folytja meg, és őt a főurak, te fivéred ölöd, téged meg kisfiad. A föld árnyékos oldala, az Isten háta a határ, látogató, ha érkezik, vagy török, vagy tatár. Légy elnéző vélem, dicső magiszter, hogy elragadtattam így magam, mit most egy szuszra elregéltem, már tegnap, nem ma van. A farkasokat magam mögött hagytam, bűzlő bundámat immár elvetettem, bohó diákként állok, ím elébed, más versben, új és forró szerelemben. Adnékem át, mester, minden tudásod, tavaszt vihessek rideg otthonomba, jobb vagyok, meglátod bárki másnál, a budai vár udvarából az égig, metrumokból rakok ki grádicsot, a megkövült felhőkön rést nyitok, s a Pannon pusztán végre könyvterem, új időknek új dala s szóvirágok.
Guarino, legyen a neved áldott, Guarino, ím köszöntelek, és nem különben nagybátyám, jó vitéz is tiszteltet Varadinumból, s még van itten egy tömött terszény, mivel a pénz is Isten. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A beszélgetést követően az érdeklődőknek lehetősége volt vásárolni a költő könyveiből, melyeket a helyszínen dedikált is a szerző.